Uraim, engedjék meg, hogy Matolcsy miniszter úr szavait és gondolatait tolmácsoljam. Én magam soha nem szoktam egyébként papírból előadást tartani, de tekintettel, hogy az ön gondolataira van szó, úgyhogy én ezt szeretném most megtenni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenekelőtt köszönöm, hogy egy fontos és érdekes esemény fővédnöke lehetek. A rendezvény címe is sokrétű és időszerű gondolat. Talpra magyarok! Hiszen jelen helyzetből valóban csak az vezet ki bennünket, magyarokat, ha újra talpra állunk, és legfőbb kincsünket, a tudásunkat használva közös erővel emeljük fel hazánkat. Egy bencés paptanár Jedlik Ányos reformkorban, azaz azokban az években, amikor Magyarország megint csak megújulás előtt állt, a világon elsőként megalkotta az első villanymotort, vagy ahogy ő nevezte, a villámfedeles forgonyt, kevéssel később pedig felfedezte a dinamó elvet, minden villanygenerátor működésének alapját. Az ő nyomdokain dolgozta ki a zárt vasmagú transzformátort Bláhy Ottó, Zipernovszky Károly és Déri Miksa. A 20. század elején egy másik, szintén a technika élvonalához tartozó területén a közlekedési eszközök gyártásában jeleskedtek honfitársaink. Elég csak Ford T modelljére gondolni, vagy Kangó Kármán villanymozdonyára, vagy Baj Zoltán a világon elsőként megvalósított Hold radar kísérletére. Visszaemlékezve ezekre a nevekre, és az ő sokszor a korukon átnyúló találmányaikra, arra gondolok, milyen érdekes, hogy nemzetünk sorsfordító éveiben mindig megmutatkoznak a legjobb képességeink, és mindig tudunk valamit világra alkotót mutatni. Most is azt látom, hogy a világ élvonalában tartozó szakterületeken, az űrkutatásban, az elektronika, az alkalmazott fizikai kutatás, a nanotechnológia, a járműhajtás területében ismét tudunk olyat mutatni a világba, amely megjegyzése érdemes. Ez pedig nemzeti kormány oly mozgató erőnek tartja, hogy minden körülmények között fel kell tarolni. A mostani rendezvény pontosan ezeket az elemeket mutatja be. Olyan piacképes termékeket, előremutató fejlesztéseket, kiváló kutatók közös munkájának eredményeit és a hozzá kapcsolódó természettudományos tárgyak magas szinten való oktatásának a gyümölcsét. Ezek a szakirodalom által Gazellának nevezett cégek világszínvonalon álló tudományos műhelyeket és ezek előcsarnokaként szolgáló magas színvonalú oktatást, a polgári kormány külön kormányzati innovációs programok, innovációs szolgáltatások útján kívánja segíteni. Ez a folyamat biztosítja azt, hogy az üzleti szféra magyarországi K plusz F ráfordításai legalább megkétszereződjenek, és tízezres nagyságrendben jöjjenek létre új kutatásfejlesztési innovációs munkahelyek. Ugyanakkor az is elengedhetetlen, hogy a tudományos és technológiai kiválóság nemzetközi hatókörű, globális kitekintéssel rendelkező kiválóságai központjai erős bázisai legyenek az országban. Olyan jövőképet szeretnénk adni az ország, sőt a régiók tudományos kiválóságot is magában foglaló innovációs közegének a megerősítésére, amely erre építi a stratégiát. Azt feltételezi, hogy Magyarország néhány élvonalbeli kutatási szegmensben, kulcs technológiában, olyan infrastruktúrával, tudással rendelkezik, amely mind a globális kutatásfejlesztési cégek stratégiában a nemzetközi tudományos elit szempontjából értékes partner és stratégiai célpont lehet. Mindezeket szem előtt tartva számos kutatásfejlesztési világító torony megerősítését tartjuk kívánatosnak és egyben reálisnak is. Figyelembe véve az ország bizonyos területeken ma is meglévő kiváló lehetősége és adottságait. Ezen világító tornyok közé tartoznak a mai rendezvényen bemutatkozó cégek, kutatócsoportok, melynek munkájához további sok sikert kívánok, a rendezőknek pedig megköszönöm színvonalas program összeállítását. Köszönettel és tisztelettel Matolcsy György, nemzetgazdasági miniszter. Köszönöm szépen!